Kezdődik a hétköznapok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat is a mikrofonnál kauzál Alexandra, és nagyon örülök, hogy az idei első hitköznapi vendégeimet is köszönhetem. Petröc a hídgyülekezete, Lelkészét és hivatalának vezetőjét. Szia, Laci! Szem Boldog szem új szem évet! <laughs> és itt van velünk Nagy Teódor, az atv.hu főmunkatársa, munkatársa, újságíró. Rosszul mondtam, szia, Teó! Felelős csak fenelős. nem találtam el. Igen, igen, legközelebb jössz, megtanulom, ígérem. Boldog új évet Boldog neked is! Boldog új évet nektek is, és a hallgatóknak is. És hát örülök, hogy így személyesen beszélgethetünk, reméljük az Omikron engedi. Új év van, úgyhogy mielőtt még itt nekiesnénk a híreknek, illetve ilyen érdekes eseményekkel is fogunk foglalkozni, azért így előjáróban megkérdezném tőletek, hogy ti hogyan szoktatok egy ilyen új évnek nekiállni, tesztek-e például fogadalmakat, átértékelitek-e az előző évet, tehát, hogy így van-e valamilyen speciális, vagy hagyományőrző évindításotok? Laci? No, Teó? Én, kezdem, Teó? Uh, én fogadalmakat nem szoktam tenni, meg uh, az is hozzátartozik, hogy én én inkább uh, ősszel szoktam a nyár, nyárba, őszbe megy azt érezni, hogy évváltás Ezt van. nem többektől hallottam nem ilyenkor, És nekem Aha. inkább ez a szilveszter egy ilyen kijelölt nap, de nem nem hordoz. Nem érzed annyira az évkezdést? Se az évkezdés, se az év végén, mert még mindig két hónap van a télből. De érdekes. annak sincsen vége. Sőt, magával a szilveszterrel is vannak problémáim, hogy akkor mi, mi hogy, hogy sokáig fent kell maradni, és akkor valami, valami nagyot kell csinálni. Aha. És, és inkább, szóval én inkább ez az, a, ősz. az ősz, ősz, nyárból őszbe, amikor átmegyünk, akkor van egy ilyen ahogy akkor új év kezdődött. Mondjuk ez olyan bibliaibb egyébként. Az is lehet, vagy lehet, hogy az iskola kezdés, vagy egyetem kezdésekhez is kapcsolódva Á, van, van szóval a hogyha még Igen, uh -huh. tehát van, lehet ez is, hogy bibliaibb, de olyat már csináltam ilyenkor év végén, hogy az, amikor az ember nyilván számba veszi meg hálátod egy csomó mindenért, az, az egy, az mondjuk az is egy ilyen karácsonyi, szakasznál a inkább olyankor szokott lenni, meg célokat összegyűjteni, hogy miért érdemes az évbe így tudatosabban imádkozni. Uh -huh, uh -huh. Meg a másik, ami ami évelején esetleg ez a, a tényleg az, hogy egy ilyen intenzívebb bőti időszak. De most nem mondom De azt, jó. hogy minden évben így szoktam kezdeni, csak azt tudom, hogy az egy cél szokott lenni, hogy akkor egy évelejét így elindítani. Éjjel De ősszel sokkal, sokkal inkább szokott ez, de ez az érdés lenni bennem, hogy az ő őszi Újév, időszakot új időszakot elkezdeni. Új éra. igen, ilyen megalapozással. Hm, igen. És Laci nálatok, nálad? Nem, össze kikapcsolom a telefon. Azt hittem hívott valaki, <laughs> egy új évi az hívás. Az új évben még a némítás is kevés, mert egy <laughs> valaki keres. Teljes a kontroll, igaz? <laughs> é, ugye túl vagyunk ezeken a családi é, hát, látogatásokon. Ez azért ez ez szerintem eléggé rákoncentrálja a figyelmet, el, így nyilván a kapcsolatokra, ezek nagyon jó dolgok, áldás is, szükség is van rá, és kell szerintem egy fordulat, ugye a szilveszterünk nagyon jól sikerült, uh -huh. most ugye majdnem tisztán csak az igével, vagy az igazsággal kapcsolódtunk, meg hát a sok-sok tűzijátékkal, aminek a kapcsán ugye a, 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 a kutyáink, idegbetegek hát, lettek. Nem amerre csak láttak, <laughs> vagy amerre csak tudtak. De talán ez az első pár nap, ez még, még, még kell az átálláshoz, és akkor nekem is így január, nem tudom, közepe fele, vagy inkább egy kicsit már előtte, már el tud indulni egy ilyen dolog, amit te, te óta is mondtál, hogy az ember el kell kezdeni, el tud kezdeni akár egy bőtel figyelni. Tehát ugye fogadalmakat tenni, Jézus szavaival szerint sem. Nincs értelme? Hát annyiban nincs értelme, tehát érdemes elhatározásokra jutni, uh -huh. vagy odaszánástra jutni, ami talán azt jelenti ebben az esetben, hogy, hogy elkezdek figyelni, céltudatosabban, jobban keresni Istennek az akaratát, ugye? igazából az ő kijelentésére van ilyenkor szükség, hogy megismerjem az ő akaratát. Ez ugye időre van szükség, hogy az ember el tudja mélyedni, tudjan többet foglalkozni az írással. Ehhez a bőt annyiban segít, hogy az embert egy kicsit elválasztja ettől a a be, természetes a beegése, világtól, a, igen e, olyan korszaktól, ahol, ahol ennek fontos szerepe volt, hogy hogy ettünk ittunk Istennek a dicsőségére, de viszont van egy elválasztódás is, és, és mivel azért az egy új évben az ember érzi az új kihívásokat is. Ugye érezzük azt a belső szükséget, hogy fel kell készülnünk, vagy vagy erőt kell gyűjtenünk, olyan hatalommal kell rendelkeznünk, amit nyilván az írásból, az, a prédikált igéből tudunk például megszerezni, és nagyon jó volt a, a, ez a december vége ilyen szempontból. És ahogy az ember ugye vesz ilyen igazságból fakadó erőt, az egy bátorságot is hoz létre az emberbe, nyilván felelősséget is. Hogy nem csak csúszkálunk, mint ahogy szokták mondani, maradsz a égen, hanem hogy, <laughs> hanem, hogy valahogy tudatosan figyelünk és uh -huh. készülünk valamire, ami előttünk áll. Uh -huh. Tehát ne sodródjunk az ne eseményekkel. Ne sodródjunk az eseményekkel, uh -huh. hanem, hanem uralmat vegyünk olyan gonosz szellemi erők fölött, egy korszak fölött is és hát ugye sokszor jönnek aztán a hírek, azok is csak megerősítik az embert, hogy egyre jobban oda kell figyelnünk arra, hogy, hogy mi magunk is nem csak egy szereplői vagyunk ennek, hanem nagyon fontos eszközök Isten kezébe, egy olyan konfliktusban, szellemi konfliktusban, harcban, amely az ellenség ellen, az ellenfél ellen szól, hogy ne tudjon az ő akarata megvalósulni, az ellenség akarata, ne tudjon bennünket, hogy mondja is a, a, talán a Péter levél ugye, hogy hogy mint oroszlán keresi, hogy kit nyeljen el, tehát ne tudjon bekebelezni el nyelni, hanem, hanem hogy készű erővel, hatalommal ruházzuk fel magunkat arra, hogy uralkodni tudjunk ebben az életben a Krisztussal, és nem csak magunkra nézve, házunk nép, népére nézve, tehát nagyon fontos a gyermekeinkre, unokákra most már figyelni, <hül> aztán a gyülekezetre, egymásra figyelni, és hát az országunkra, nemzetünkre különös módon, mert ahogy annak, ennek a kedves, szeretett, szép országunknak a sorsa hát alakul, az a mi sorsunkat keményen Abszolút. befolyásolja. Igen. Így otthont is tudunk teremteni, vagy otthonná tud lenni, de hát akár nagy keserűségé tud válni egy, egy térség, és ehhez a felelősséget nekünk kell vállalni Isten előtt. Igen. Tehát akkor azért jó aktívan kezdeni, nem egy évet, hogy az ember ne úgy eltunyuljon, meg csak úgy a kómás fejjel próbálja kiocsutni az elmúlt időszakot, hanem úgy úgy fegyelmezetten, rendezetten, aktívan igen. nekiállni a, a, az évnek. Tehát, és ugye, ahogy, egy le erre mond egy nagyon jót, hogy van, hogy én tudok bővölködni is, tehát tudok, eh, eh, hát tulajdonképpen lefordítva enni, inni is, de tudok szükölködni is, É, vagyis akár bőtölni is, tehát megvonni magamtól bizonyos dolgokat, vagy lecsökkenteni ezt, tehát itt kell valóban egy váltást hozni, hogy az embernek a, a figyelme az ne ebbe a, a hát nem dinomdánom ez, de ez egy bőség, ami mm. nagyon jó, jó van, és nagyon jó, hogy az embernek kultúra. van erre ideje, hogy, egy, hogy rendesen szépen tud enni-inni, és vigadozni az úr előtt, tehát nyilván egy szent módon, de, de sokszor erre se hagy időt az ellenség, és ezért ennek kell időt hagyni. Tehát ennek valóban nagyon jó ez a korszak. Aztán kell egy uh -huh. váltani is, hogy ezt a bizonyos ilyen távolságot létre tudja hozni az ember a testi, természetes, Aha. érzéki világtól. Mert hogy attól is szabadok vagyunk, és, igaz? Mert attól uh -huh. is szabadok vagyunk, sőt, hát tulajdonképpen ha erre a szabadság és erre a bőt nagyon jó tud lenni, meg arra, hogy elvonom a figyelmet és Isten igényére koncentrálom, beleértve itt nagyon kell hangsúlyozni egymás iránt való szeretetre, mert sokszor a kettő. Elfelejt, ezt a másodikat elfelejtik az emberek az embertársi kapcsolatokban, vagy akár szellemi. Nek tűnő emberek is elfelejtik, hogy az egyik legfontosabb jele annak, hogy el vagyok választva Isten számára, hogy szeretjük egymást. Igen. És tiszteljük egymást. Amen, így legyen. És egyébként be, beindult ez az év, ezt Németh Sándor a híd gyülekezete vezető lelkésze is mondta, a gyülekezet szemszögéből is, tehát már így évelején is azért érte a gyülekezetet is, például egy-két támadás kritika, ugye először a hetekben a Kínával kapcsolatos cikkek miatt, aztán mm. pedig Németh Sándor szilveszteri predikációjába is ugye belekötöttek hmm. némelyek. Tehát, hogy azért ebből a szempontból is jó, hogyha az ember úgy harcra Igen. készen áll, és Igen. visszaveri ezeket a támadásokat. Igen. Na, de akkor mi is foglalkozunk egy-két hírrel. Most nem ezekre gondolok, hanem hát ugye sajnos nem azt mondom, hogy már hozzá vagyunk szokva, de sajnos nem ritka, hogy egy-két ilyen durvább haláleset történik így az évvége, éveleje tájékán. Nem akarom lenyomni a hangulatot, de talán tanulságos. Ugye itt van egyrészt volt egy zenész, a Babicek Bernát tűz esete is, aki egy sajnálatos tragédiában hirtelenséggel elhunyt. De hát ugye arról is lehetett olvasni, hogy furcsa körülmények között egy Olaszországban élő író, többen ismerik, te biztos, mint újságíró képben, vagy Homonai Gerge is nemrég meghalt. Az egykori íróra közéleti aktivistára egy római privát klub török fürdőjében talált rá a Bananon hely egyik alkalmazottja január 1 szombaton. A helyi melegközösség körében népszerűnek számító klub tulajdonosai szombat délben kihívták a mentőket, amikor a magyar író még életben volt. Igaz, nehezen légzett, és nem volt eszméleténél. Hiába próbálták újraéleszteni, Homonai Gergely 13-17 perckor meghalt, és ugye az olasz rendőrség nyomoz az ügyben, úgy tudni, külsérelmi nyom nem volt a testén, de mellette találtok egy csomagot, amelyben kokain és GHB, én nem ismerem ezeket, közismertebb nevén part, a drog lehetett. Na most az ő halálával kapcsolatosan azért itt látszik, hogy a, a, hazai közönséget eléggé megosztja a téma, mert ugye az egyik oldal, hát mondhatjuk így próbál belőle mártírt csinálni, ugyanis többen azt hangsúlyozzák az eset kapcsán, hogy igazából ez az író, ez haza sem mert jönni, milyen megfélemlítés alatt élt, fenyegetéseket kapott, és hát a halála a körülménye is elég furcsák. Egy másik oldal pedig azért arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy hát azért ez az ember, amikor írogatott, elég sok mindent megengedett magának, aljas náci féregnek nevezte például korábban Novák Katalin, de kőkeményen neki ment a keresztény konzervatív oldalnak is. Hát te mi a véleményetek így a halál híréről, illetve Teó, te biztosan friss, naprakész információk birtokában vagy. Nekem a legutóbbi információm az az, hogy eredetileg az volt, hogy nem nyomoznak idegenkezőség, kapcsolatban a, az esetben, de kiment a, a Homonai Gergelynek az ügyvédje Rómába, és ő azt mondta, hogy sok minden kapcsolatban még köti a titoktartás, mert hogy folyamatban lévő nyomozásról van szó, de hogy a sajtóban megjelent hírek, azok nem fedik a valóságot, és hogy mindenkit arra kér, hogy, vagy nem teljesen, vagy nem úgy fedik a valóságot. Aha, hát ez így szokott Igen, lenni. és hogy arra kér, hogy tartózkodjon a különböző összeesküvésem, mindenféle összeesküvés elméletektől, és hogy hagyják, hogy a, a rendőrség nyomozzon, hogy ki kiderüljön, hogy mit tört Szóval egy nagyon ahhoz képest amilyen nyilatkozatok voltak előtte a sajtóba, a, a nagyon visszafogott volt ez, ez lényegében. Azt tudjuk, hogy van most jelenleg egy folyamatban lévő eljárás, szerdán volt a boncolás, amiből több. Mindenki fog de Még akkor az eredményt nem hozták nem, nyilvánosságra. Igaz, én, én ezzel uh -huh. még nem találkoztam, és hogy nem a rendőrség szivárogtatott a, a, az olasz lapoknak, hanem valahonnan máshonnan derült ki ez az, ez az információ. Szóval itt az, hogy ami, a tények, amiket tudunk, azt tudjuk biztosan, hogy ez a személy elhunyt lényegében, és mm. hogy, hogy a körülményeket, az pedig a rendőrség vizsgálja. És ezen belül van egy csomó elmélet, konteó, narratíva, tényleg ez a mártírá emelése, ö, ö, akkor azt, hogy őt meggyilkolták, tehát tényleg nagy, nagyon ö, nagyon durva ö, dolgokat sztori. lehet ö, olvasni, és nyilván nem árulok el titkot azzal, hogy, hogy én nem értettem egyet a az ő véleményeivel, meg a közéleti munkásságával, Ez, ettől függetlenül tragikus és, és nagyon sajnálatos, meg az, hogy ő abban, ő biztos, hogy ezt elhitte, hogy, hogy ő itt Magyarországon... Veszélyben veszély, van? Veszélyben van, hogy az írásaiból, meg a megnyilvánulásaiból ő maga is kreált egy olyan világot, amivel lényegében kirekesztette magát. Ebből az orsz országból hát azért, azért is ment el. Ugye ő dk aktivista volt, többekkel volt az ellenzéken belül is szorosabb kapcsolatban, tehát tényleg te nyomdafestéket nem tűrő módon fogalmazott a kereszténységgel kapcsolatban is, nem csak az, hogy mondjuk közszereplőkkel, hanem magával a, a keresztény hit. Uh -huh. Hitet való emberekkel kapcsolatban, és hogy ehhez képest az, amit most csinálnak vele, szóval, hogy az, hogy, hogy mintha szenté vált volna a halálával. Uh -huh. Tehát Igen, egy ilyen, egy ilyen. Amúgy ez divat nem a mai világban, hogy hogyha valakit ér egy ilyen tragédia, ami tényleg sajnálatos és borzasztó, de hogy mindenkiről csak szépet és jót lehet mondani így a munkásságával kapcsolatosan. Szépet, meg én, se tartom azt se ízlésesnek, hogyha az emberek ezen örömködnek, meg, a, meg azon. Távol legyen. Igen, szóval, hogy ez, ez, nyilván ez így nem fér bele, meg a, a hozzátartozóknak a fájdalmát is teljes mértékben tiszteletbe kell tartani, meg tényleg van itt egy, egy aktuális ügy, hogy mi történt, egy ilyen típusú kérdés is, de ez, hogy, hogy egy ilyen politikai tőkét kovácsolnak belőle, nekem ez is az ízléstelen. Hát ez ízléstelen szerintem. A kategóriájába esik. Nem látom. Tehát az se, hogyha valaki olyan szinten demonizálja a karakterét, hogy, hogy a megtestesült gonosz lenne, de az se, hogy, hogy egy szent. Tehát egy. egy Jobb ilyenkor semmit nem mondani, csöndben maradni szerinted, Laci, vagy? Nyilván az lenne jó, már mindent lehetne tudni. Ugye, tehát lehetne tudni ezeket a különböző vizsgálatoknak az eredményeit, és azt tisztán, mert valószínűleg az első hírek azok, gondolom, hogy Olaszországban láttak napvilágot, hogy történt egy ilyen esemény. Hát én csak sejtem, hogy egy külföldi országban nem nagyon tudják X-ről y -ről, hogy ki a, ki a csuda. Nem, tehát, Igen, hogy van -e hogy... bármi jelentősége, Aha. hanem ez talán miután a felszíre jött itt Magyarországon, valószínűleg ez kavarja tovább a dolgokat, hogy ja ő akkor XY és akkor uh, politika, meg stb. 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 Ugye? Tehát valószínűleg ez lehet a... Általában azért mondjuk ilyen dolgokat felszíre szoktak hozni, nem? Hogy mondjuk drog miatt, vagy uh, mert ugye ez egy, mindenhol egy tragédia, meg hát persze a hírérték is. Hát, De az egyértelmű, hogy mégis Isten se örül a gonosztevőnek a halálán. Tehát, ha valaki igen. gonosz is, akkor sem örül, mert ő azért küldte be a szerelmes fiát, az egyetlen, hogy megmentse a világot általa, és minden embert a megváltáson keresztül hát helyre tudjon állítani, fel tudja emelni. De az azért egy érdekes dolog, mert itt nem is arról van szó, hogy valaki most nem tudom, milyen gonosz ember, de ugye azért az ellenségnek a, míg az Istennek az a célja, hogy felemelje az embert, és megigazítsa, és helyre állítsa azt az emberi műt, amit ő alkotott és teremtette, addig nyilván az ellenségnek pedig a, 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 a célja az, hogy nem csak, hogy vádoljon, gyötörjön, illetve másokat vád, Hozol lét egy olyan helyzetet valakin keresztül, hogy eszközzé tudjon válni, hogy, a, hogy állandóan körbe dobálja, ugye ez a, ez a kifejezés hogy a vádlónak, hogy, hogy állandóan össze-vissza dobálja az embertársait. Igen. És hát ugye ezt ő nem, nyíltan, nem, nem közvetlenül teszi, hanem embereken keresztül teszi. Uh -huh. És azért a, a Jézusi hogy mondjam, ilyen felhívás az, ami nagyon hasznos ilyenkor, hogy a gyümölcseiről viszont kell tudnunk ismerni egy fát, hogy az ehető gyümölcsök, igazsággyümölcsei, ahogy mondod, a szentségnek, vagyis a, 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 egy igazi mártérnak a gyümölcsei, ahogy egy mártérnak hoz, a, a, az szükséges, hogy valaki nagyon-nagyon elkötelezett igazságban jár, és másokért adja oda az életét. Ugye? Igen. Ebből tudunk mártírt tenni, mártírként tudjuk elfogadni. Az nagyon sok lemondással jár általában, nagyon sok áldozathozatallal. Tulajdonképpen az ember megfosztja magát, maga sorsát azért, hogy a mások sorsát segítse elő. Hát meg egy Ez, nemes ügyért föláldozza és magát ügyért az illető. Magát Most én bocsánat, életem. de ebben az esetben ezt, ezt azért nem látom. Hát már csak azért is, mert ugye voltak előzményei, amennyire pont a ugye, a hetek kiradása is, de más fórumok is jelezték, hogy olyan kiszólások voltak, és ugye erre is akartam kihegyezni a dolgot, hogy amikor valaki be ez az erős, gyötrő vádlás, mások megsértése, mások leuralása, ugye a verbális erőszak is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez is mutatja, hogy valaki hol áll és ezt meg kell tanulni egyrészt hogy nyilván a kereszténységben, keresztényeknek nekünk is, hogy a szánknak, a szavunknak, vagy a beszédünknek nagy a jelentősége, és azt Istenem arra adta, hogy másokat megmarjunk, belemarjunk, megalázzunk, megszigyenítsünk, sem a keresztény világot, sem a, a politikai ellenfelet, hanem ezt meg kell tanulni okosan használni, építő módon használni, nem? És talán ez egy jellemzője volt ennek a fiatalembernek, és nagy fájdalom 40 évesen elmenni. Borzasztó. É, és, és ugye azt is lehet tudni, hogy milyen életformát élt. Azt hiszem, ő ezt nyíltan vallotta hogy egy meleg igen. kultúrában élt, tehát ő melegnek is vallotta magát, annak még a legerősebb szavait is használta talán önmagára nézve, és ide a kapcsolatok is mert amennyire tudom, ez egy meleg bár is, ugye? Igen, a, ezt igen. olvastam is a bevezetőben, hát igen. Annyit ugye a szolgálatból azért látszik, hogy akik akár a prostitúcióból érkeznek, akár tehát ilyen abszolút ilyen deviáns vagy, hogy mondjam, ilyen kifordult élet, életet élnek, általában őszintén, amikor ebből ki tudnak szabadulni, azt elmondják, hogy drog nélkül lehetetlen ezt végigcsinálni. Tehát olyan szintű gyötrelmekkel, lelki gyötrelmekkel, vagy kényszerekkel néz szembe, és ugye itt is a, a, gonosz szellemi erőket olyan szinten érdemes megemlíteni, hogy ők ugye amikor használnak egy testet, vagy használnak egy valakit, akiben, hát akik keresztül működnek, az, ez egy ez nem csak egy erőt jelent, mert ez a gonoszságnak is van egy ereje, tehát ennek van mind a szavakban, mint pedig a, 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 hogy mondjam, a kérkedésben, vagy a, vagy a kiállásban van egy ilyen erő, amit, amit tud adni a, a gonoszság palást csak én mondja ugye az írás, hogy amikor van, ami, vagy fel van ruházva valamilyen erővel, amivel így osztogatja, leuralja, megfélemíti, stb. E, stb. ugye a embertársait, de ugyanakkor meg ezek a gonosz szellemek, nem csak mást akarnak megsemmisíteni, hanem azt az illetőt is. És ez hm. egy nagy tanulság ennél a helyzetnél, hogy tulajdonképpen eszközként, ez olyan majdnem, mint a mafiának egyik tagjaként, vagy egy, egy drog ö, ö, központ, egy, uh -huh. egyik embereként megfélemlítő erővel ható emberként hat, ö, élni, de Aha. közben nem tudod, hogy mikor fogsz ebbe belehalni, uh -huh. mikor fog belehalni az illető. Aha. Tehát körülbelül így, így dolgozik a, a sátán, hogy hogy az eszközeit sem kiméli, és azokat is. Elsősorban belső gyötrelemmel, ugye ehhez szükséges a drog, uh -huh. hogy feloldódjon, és aztán ez. -e ilyen deviáns élet. Deviáns élete, és egyszerűen csak megfojtja az embert. Uh -huh. Hát Veszélyes. szellemi, kölcsi alapon ez nyilván ez történik uh -huh. ilyenkor, és hát ez egy figyelem minden egyes polgártársunk számára, uh -huh. hogy így nem szabad élni. Hát tanulságos, a tanulságos, a tanulságos az, az biztos. Van még valami kiegészíteni nem, ezzel kapcsolatban, vagy nem akkor így. mehetünk tovább? Menjünk tovább, hát egy nem annyira másik könnyed ügy következett, ugye napok óta fut a hazai sajtóban az úgynevezett Szilágyi Liliana ügy is. Ez ugye szilveszter előtt robbant ki, az úszónő egy nyilatkozatában arról vallott, hogy édesapja testileg, lelkileg, szexuálisan is bántalmazta. Erre ugye gyorsan jött a reakció, a neves úszóedző Szilágyi, Szilágyi Zoltán tagadta Liliana ezen vágyait, aztán a Húg Gerda is megnyilvánult, aki szintén az édesapa mellé állt. Közben a Magyar Úszó Szövetség bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot hoznak létre, és az lesz a feladat ennek a bizottságnak, hogy elkülönítse a sport és a család határait, amennyire csak lehetséges, hát ez egy könnyű feladat. És hogyha megalapozottnak látják a Szilágyi Liliana által megfogalmazott vádakat, akkor akár rendőrségi ügyet is kezdeményezhetnek. Pont talán tegnapi hírha jól láttam, hogy ennek a különbizottságnak megnevezték a tagjait, és hogyha jól láttam, két büntető jogász is van benne, tehát eléggé komolyan veszi az úszószövetség ezt az ügyet, igaz Teu? Ö, igen, a, a szövetségnek az elnöke, a Vladár Sándor, ő mondta, hogy amúgy zíró toleranciát hirdetnek a, a, az erőszak és a bántalmazás ügyében. ugye ennek az előzménye, hogy a, a cselászló a turi ügy. ügy, igen, szóval hogy ez nem, nem előzmények nélküli. Hát és még az előtte valókat is sorolhatnánk. Igen, szóval... Pont ezen gondolkoztam, hogy azért elképesztő, hogy így az sport körül mi zajlik így az elmúlt időszakban. Az is, hogy az sportnak ugye a versenysportoknak a kérdése is, hogy hatalmas terhet jelent a, a sportolóknak, meg ott is, hogy az edző, hogy milyen eszközöket alkalmaz arra, hogy a maximális teljesítményt kihozza, vagy kisajtolja a másikból. Lehet, hogy ezek egy átlagembernek nem megszokottak. Azért nehéz ezekben a kérdésekben így... Igazságot igazs tenni. Hát, vagy lehe lehe lehet-e. Lehet az én mindenképp, pozitívumnak látom, hogy komolyan veszik az ügyet, és ki akarják vizsgálni, meg azt is, hogy nem egy ilyen rögtönítélő bíróság állt fel, hanem hogy hogy, hogy tényleg be, belemennek és körüljelnek, meg ugye itt egy azért egy úszó dinasztiáról van szó a Szilágyi Liliana Igen. esetében, ugye neki az apja is vagy nagyapja. Gyarmati, de gyarmat. a nagyapja, a, a Igen. legendás vízilabdázó. Igen. És, és ugye neki a, a nagybátyja is úszó volt, aki a d Krisztának a volt férje egyébként, ami itt egy kicsit így, így majd a megkavarja szálak. a szálakat, Aha. hogy így, igen, és a, a, a pedig a, az anyukájának a testvére, a gyarmati Andrea, igen, a ő, testvér. pedig, a fél, ő, ő pedig... Hát ő, Ugye pszichó, vagy gyermekorvos és ő is olimpikon, olimpikon úszó olimpikon neki olimpikon úszó. a gyarmati Éva volt az igen uh -huh. igen a székei. vagy ös Széke, igen székei Éva ékei szóval, szóval tényleg, össze, tényleg, tényleg egy nagyon nevek odaírnak uh -huh. a család van szó, ami biztos hogy a Lilianak terhet is jelentett uh -huh. ilyen elvárásoknak megfelelni, megfelnőni, meg biztos, hogy vannak fizikai adottsága is ahhoz, hogy ebben ezen a területen ö, kiváló eredményeket tudjon elérni, csak ugye én most ezt úgy mondom, hogy végignéztem régi, ilyen 2019-es interjúit. Hogy Így az ügy, kapcsán, az ügy kapcsán? Te is visszamentél? Aha. Hogy voltak-e ennek, mert hogy akkor ment el a, a otthonról, és költözött a, a gyarmati Andrához, az édesanyja feltestvéréhez és utána váltak el a szüle, vagy a, a, a indult el a, a szüleinek a vállása, és hogy akkor megnézni ezt, ezt a, hogy akkor ő, hogy, hogy nyilatkozott. Igen, mert Igen. arra emlékeztem, hogy 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 nem. Olyan nyilatkozatokat adottak, Nagyon adott, furcsa nyilatkozatai ami nem, voltak. Igen. Én is igen. emlékszem. És, hogy ne, és, és ez beugrott, hogy, hogy, em, hogy néztük, és hogy mi, miért. Kevés dolog mi? marad meg őszintén szólva nekem is, de nem felejtem el, amikor kiállt a kamera elé, és olyan dolgokat mondott, amit egyszerűen nem tudtuk hova tenni. Sem, nem értettük, hogy miről beszél. Éve már. Ez már talán 2016-ban vagy... is igen. voltak, és arról beszélt, hogy. Hogy most életébe találkozott olyan emberekkel, akik uh, szeretik, meg hogy meg tudták mutatni azt, hogy értékes, mm. meg hogy, hogy van, van önmagába is értéke, és hogy el tudta határozni, hogy ő amúgy ezt akarja csinálni, és nem csak kényszerítik. Mm. Szóval ilyen, és, és tényleg nagyon nem volt összeszedett a kommunikációja ahhoz képest, hogy mondjuk most kiállt, és, és ezt elmondta, és látszik azt, hogy ő, ő tényleg sok mindennel szembenézett, meg összeszedtem, meg rengeteg ö, ö, szakmai segítséget igen, is kapott, az szerintem, mert hogy ö, azért ilyen dolgokról ö, ennyire hát úgy beszélni, hogy hogy tényleg nem csuklik el az ember hangja, mm. és, és nem... Hát kicsit már érzelemmentesen, nem vagy hát, hogy olyan így összeszedetten. Saját magától a, a kérdést. Ö, én nem akarok ebbe az ügybe se, hogy most leteszem a, vagy így, így, pláne egy nagy nyilvánosság elő, hogy leteszem a voksomat. Én azt remélem, hogy ki fog derülni az igazság megnyugtató módon. Ami viszont nekem ebbe megint érdekes volt az a típusú ilyen médiakampány, ami elindult, és ugye a VMN-en indult el, és a Détót Krisztának a. Hát közreműködésével, ami nekem felvett etikai kérdéseket, hogy ők a, a, a férjével ö, annak idején nem, hát nem jó körülmények között váltak el, és az anyósát se kifejezetten kedvelte, mármint ilyen plegykák alapján, most ezt se én tényként mondom csak. Szóval, hogy az a rész, hogy ezt ő hozta nyilvánosságra lényegében, vagy rajta keresztül hozták nyilvánosságra, hogy van a család, hogy egy ilyen típusú kötődése. Aha, tehát, hát, hogy, hogy, hogy érzelmileg... elfogultság is száll, arra gondolsz? Igen, igen, meg, hogy ez a, hogy, hogy nagyon illettem úgy a VM-nek a profiljába, és hogy lehet ebből csinálni egy ilyen típusú á, szenzációt, és hogy emiatt nekem az ügy ez egy kicsit összefonódik mm, ezzel mm -hmm. a ezzel a részével, ami, ami a botrány jellegéből, meg, meg a tragikus voltából nem vesz el, csak, csak az, hogy, hogy az elgondolkoztató nekem, hogy a média hogy kezeli ezeket. Mert egyrészt teret ad neki, de hogy néha azt Érzem én, hogy eszközként használják, is használják mm -hmm. ezeket yeah. az embereket, meg a tragédiáikat arra, hogy katintásra. Hát de erről szól a média, nem teó. <laughs> Legyünk hát őszinték. Hát remélem nem csak erről, de, hát de erről hogy is nagyon. Erről mm. igen, igen, de ez, mm. ez ez, ez szomorú. Szóval, hogy e, hát ez az ilyen része. De hát Hány ilyen áldozat van, hány ilyen ember, akit kihasználnak, és, és ebből akarnak kattintást és hírnevet szerezni, abszolút. De abszolút jogos és, és érdekes is, amit mondasz. Nekem az időzítés is, is egy picit fura volt, hogy most így szilveszter előtt, körülbelül egy nappal talán így, így előáll hát, az egy ilyen. Lehet az, hogy ilyen média, hát ez is a média kampány jellege, igen. hogy ugye uh -huh. hírcsönd volt, vagy nem, igen. nem történt nagyjából igen, semmi. Igen az, ellenzék, a igen, az ellenzék is ekkor ismertette a programját, hogy majd akkor Hát, ha nagyobb visszhangja lesz. Mert De azzal senki nem foglalkozott. <laughs> mert már jött a szilágyi Liliana, és a sót. Igen, igen. igen, és lehet egy ilyen része, mert hogy azért én azt látom, hogy itt tudatos volt a, az építkezés, igen. meg a, meg a bejelentkezés, uh -huh. hogy, hogy akkor ezzel lezárni, vagy ezzel kezdeni. És, és szerinted minden... ez mennyire szerencsés, hogy azért ezek nagyon tényleg intim, belső családi ügyek, viszályok, hogy ezt ilyen szinten kiteregetni országvilág elé? Nincsenek más módja, hogy kezelj, hát ugye kezeljék. Büntető eljárás van arra. Most, ha azt vesszük, hogy onnantól kezdve, hogy az ő édesapja még mindig edzősködik, és még mindig szerepel a, a köztudatba, lehet, hogy neki tényleg a nyilvánosság volt az egyik leghatékonyabb eszköz, mert hogy nem volt kommunikáció köztük, szóval, hogy, hogy nem tudott más, máshogy. Uh -huh. Biztos beszélt szakemberekkel, meg tanácsadókkal, és azért azért jutott erre a következtetésre. Meg én azt látom, hogy neki van egy ilyen tudatta is, hogy akar másokon segíteni, akik ilyen helyzetbe vannak, uh -huh. és hogy, hogy ő. Úgy, Felszabadítani hogy, őket Igen, meg hogy úgy érzi, hogy már megerősödött annyira, hogy hogy tisztában van az, hogy nyilván amúgy ilyenkor támadások is érik, nem csak támogatás, és hogy ezt ő most ki fogja bírni. Uh -huh. Kész. a harcra. Hogy, igen, mert uh -huh. ez ez is egy harcos időszak és tehát, hogy így akarta 2022-be belemenni, hogy akkor ez lesz a, az az év, amikor ezt megharcolják. Uh -huh. Laci, te hogy látod? Hát elég tanulságos, nem, hogy itt van egy neves család, tele sport sikerekkel, eredményekkel, és akkor a felszín mögött azért ilyen vádak hangzanak el. Hát igen. Ugye ez egy érdekes, mert mégis a kivé vált, azt ugye nyilván az ősöknek is köszönheti, annak a szemléletnek, annak a erős, fegyelmezett életnek, közvetve vagy közvetlenül, nyilván édesapjának is. Mert ugye az van a versenysportnál, hogy nagyon keményen kell küzdeni. Ez biztos, hogy ebben a korban, hát én is tudok olyan fiatalokat, akik benne voltak a versenybe, uh -huh. és értek el eredményeket, komoly eredményeket, és ezt a fajta lendületet, amely a szorgalmat, kitartás, lemondást, nagyon összet nagy összeszedettséget igényel, a később adott esetben a tanulmányaikban, tehát jó esetben, persze ebből le is lehet szakadni, és tudunk erről is példákat, ugye, hogy már nem bírja. Igen. És elege van, és inkább kiér minden egyes korlátból. De viszont akár a hasznára is fel tudja ezt hát váltani. Igen. Hát egyrészt ugye azt nem érti az ember, hogy miért nem tudja ezt. Tehát, hogy nem tudtak eljutni egy olyan szintre, hogy esetleg az normális eszközökön keresztül, uh -huh. családi keretek között. Eljutni arra pontra, nem? Hogy, hogy valahogy ezt megbeszélni a, Mondjuk az apjával. bántalmazó kapcsolatban, hogyha azoknak a vádaknak csak a negyede igaz. Igen. Uh -huh. a, ott. ott... Nem tudom, hogy, igen, hogy igen. van egy, mert ahhoz kell egy bizalom. Persze, És itt azért olyan szinten megtört. pláne ez a apalánya kapcsolatban egy ilyen típusú igen. dolog bejön, hogy hogy nem tudom, hogy. Elvárható-e tőle, hogy meg akarja beszélni az apjával? Igen, uh -huh. igen ez csak... egy kérdés. Ugye itt van egy. Én most azért is azt a katonás életet, mert attól is ki lehet akarni. Igen. Egy fiatal attól is ezt meg elegem van. Elég, És igen. persze, ke ebből az állapotból kikerül egy idegen környezetbe, most én ugye nem ismerem a történetét, csak így rögtönzök, kikerül egy ilyen környezetbe, akkor mit látnak az emberek, ak akik közé kerül, akik ráadásul valószínűleg szakemberek, hogy tehetséges. Nagyon jó anyag. Már úgy értem, az mint sport igen, lehetőség, igen. De ez ugye nem csak független, nem csak független az övé, hanem, és nyilván az ő munkája, de hát persze ennek ugye részese az az ember is, aki eddig őt mentorálta, és hát tulajdonképpen erre eljutatta, vagy felkészítette. Tehát én ugye én kicsit próbálok Igen. ilyen védőügyvédként is nézni. Az, az, ha kiderül, hogy ő szexuálisan abuzálta, vagy ugye ez, ez, a, ez a jó szó erre, az egy megint más dolog. Tehát, Igen, hogyha, az egy más kategória. A katonáskodás, mint ahogy ez a két nagy edző között is, ugye ahogy én kivettem, van különbség. Az egyik Igen. ugye szexuálisan elkövetett olyan erőszakot, aztán utána a tudomásunk szerint nem történt meg, tehát ugye ez is egy érdekes dolog, ugye 40 év után. A másik az igazából csak katonásan fegyelmezte tudó, a, 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 a diákjait, vagy a mentorátjait. Uh -huh. Ugye ezeket be bele lehet kötni, aztán majd meg fogja mutatni a jövő, hogy hogy lehet eredményeket elérni. Hát ugye meg itt mindig hangsúlyozzák, hogy volt azért egy olyan korszak, amikor, hát most hogy fogalmazok, szóval azért ez még úgy belefért, elment, okay. hogy az edző keményebb kézzel, kesztyűskézzel bántak Igen. a sportolókkal, leüvöltötték a fejüket, Igen. rájuk csaptak, rájuk Igen, vertek. Igen. Hát az én férjem is ugye vízilabdázott, elmesélte, hogy az, hogy vizes papuccal verik Igen. őket, ez teljesen normális, általános volt, senki nem nyafog fogott miatta. Tehát, hogy ez, hogy hogy lehet eredményt volt. elérni? Ugye ez bennem ez, is a igen. kérdés, hogy hogy lehet ezt az eredményt elérni, és lehet, hogy ez ennek egy ilyen gyakorlatias. De nyilván ennek is, az ennek a katonás <laughs> edzésnek azért van az a szintje, ami már brutalitás, és Biztosan. ugye nagyon vékony a mesdje, hogy az egyik átcsap a a, másikba. a Színházi ügyekben, tehát ott is voltak ilyen bántalmazási ügyek, a, a pont az eszenyeni kövel kapcsolatban, hm. és ott is azt mondták, hogy ugye fizikailag bántalmazta, ütötte őket, hogy elérjék hm. a kívánt hatást. Éppen. És hogy ezre is azt mondták, hogy volt, aki a régi iskola képviselője, hogy amúgy ennek bele kell férnie, mert hogy a rendező így tudja azt elérni, hogy az a produkció legyen a színpadon. Uh -huh. És ugye akik meg... É, hát, <laughs> hát az, hogy leüvölti, vagy, vagy ilyesmi. A, tehát ez volt egy, egy mm. és egy, egy, másik oldal, hogy ez amúgy meg nem fér bele. Mert hogy vannak más Reszta. eszközök arra, hogy, hogy az ember egy -egy. Egy -egy. Teljesít, hogy az emberből teljesítményt kihozzanak, vagy motiválja. Hát ez egy örök dilemma, nem? Igen. Azért legyünk őszintén a gyereknevelésben. <laughs> hogy, mivel... hogy, hogy, mivel tudod motiválni hát de a gyereket. Hát is, hogy Aha. most milyen jobb az, hogyha ha valakit Körmös. lefelé osztályozol, vagy felfelé, igen, hogy igen. hogyan jutalmazod. Nem, ö... Hát egy egyetértek veled, hogy ennek így, ha így nézzük, ki, így, csak ugye most nem a versenysportról nézzük, tehát hogy hogy lehet egy emberből kihozni a maximumot, mert ugye az a céljuk, nyilván az edzőknek Az edzőknek, maximum, így van. És ki erre a a az a célja, uh -huh. mert ugye hála Istennek ez a kedves eh, hölgy, ez ez hát nagy olimpikon a testvérével együtt, ugye? A tudom. Lilianára gondolsz? Ö, olimpikon, ö, de ott ö, tehát érmet ugye nem, még nem, nem, még nem sikerült elérni, hát a Gerdának meg pláne nem, mert ugye még ő 18 Igen, éves, és is. ő még olimpiára se jutott Igen. egyelőre ki, Igen. reméljük majd kifog, tehát hogy ö, nyilván nem az, az a nagyon csúcs kategória Igen. egyelőre, de hát még bármi Igen. lehet belőlük természetesen. Persze. Hát azért nehéz ezt ugye értékelni így mert valóban ez a leordítom, nem tudom, emlékeztek ti a Tűzszekerek című filmre? Igen, hajaj. És egyetlen egy jelenete volt, hát nyilván az, itt is voltak, de itt a angoloknál nem annyira lehetett ezt látni, talán. Aztán a, a, meg az arab edzőnél sem, bár ő is úgy keményen fogta az Ábrahám barátunkat, Igen. de aztán amikor az amerikaiakra jött rá a fény, nem tudom, emlékeztek -e, hát aztán ott olyan katonaság volt, hogy iszonyatosan keményen ordibálták, és húzták ki belőlük a maximumot, tehát mm -hmm. ugye ennek van egy nyilván egy kult, múltja. Szerintem kultúrája... valamennyire kell keménykedni, de Igen. ez az én kis szerény Igen. magán véleményem, de az, az nem egyenlő azért a bántalmazással Igen. és a brutalitással, Igen. de hát fegyelem, keménykezűség, biztos, hogy kell, hogy legyen. Hát meg a nevelésben is, hogy am, ugye amikor a szülő szigorú a, a gyerekkel, meg hogy követetet, az szeretetből teszi, Igen. és ugye a bántalmazásból pont ez hiányzik. Igen, szeret. szeretném. Nem abban az, a az van, hogy uralkodni akar igen, másikon, igen. Le, nyomni, igen. a másikon, meg lenyomni. Lenyomni. Na most ez a baj a Liliánás ügyjel, hogy azért a Liliána vágyai ezt fogalmazzák meg, hogy az apja, mint hogyha nem arra a törekedett igen. volna, hogy kihozza belőle a legjobbat, igen. hanem hogy kőkeményen hát, lemódja, igen. lenyomja meg, hogy te nélkülem semmire nem meg vagy képes, csinálja, az én kreálmányom igen. vagy. Igen. Igen, meg értem. ugye a válaszlevelébe is az édesapa szóval, hogy azt írta, hogy ne hordja a Liliana a szilágyi nevet, mert már nem méltó rá, meg a ezt, hogy az ő, őt, uh -huh. ő is benne van a sikereiben, és hogy, nélkül, hogy ugyanezt, ezt a uh -huh. narratívát hozta vissza, ugye, amit sérelmezett a, uh -huh. a Liliana. Hát, Minden nekem azt mondom, hogy ha, ha volt szexuális erőszak, akkor az nyilván az, az nem az, elfogadhatatlan. Az elfogadhatatlan. Ö, ha... ha ezt nem tudta más módon meggyőzni, és ennek van esélye, hogy az elkövetheti az illető másokkal, akkor ennek van éltelme. Egyébként meg azt mondom, hogy hát ugye, mivel ő is most törekszik felfele, azért oda kell figyelni a kommunikációban, mert nagyon magára hívja a közfigyelmet. Most uh -huh. szerintem még nagyobb lesz felé a hát kihívás, hogy teljesítsen. És ugye egy kicsit azért is izgulok, hogy amikor az ember, embert, és ezért kell talán figyelni a fodrászoknál, mert a kapja az ember folyamatosan a jó tanácsokat, meg a haveroktól, meg a, ugye, a barátnőktől, hogy egy bizonyos sértett ügyben, hogy ne tűrd ezt, tehát az, tehát ugye kéne figyelni mindenkinek a, a belső emberére, ugye most mi keresztényként ezt tudjuk mondani, hogy Mégis milyen döntést hozzak? Milyen választás? Mert nekem kell utána felelősséget azért vállalni. Ha belesodolnak, hogy az elején így kezdtétek, hogy a média is ezt kihasználja, Igen. ez lehet, hogy egy abba. Pár nap egy óriási hír, és ugye magukra irányítják a figyelmet. A kérdés, hogy a Liliánának ez majd hosszú távon mit, ez mit fog hozni, és én ugye én ezért is, ezért izgul, izgulunk, hogy egy ilyen fiatal teremtés, aki tehetségesek, -e, stb. De hogy mai, vajon mit fognak hozni ezek a szülő-gyerek viszony kapcsán, mint a, 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 most már közszereplők, mert ugye most már bekerültek mindenkinek a figyelmébe. Igen, hogy igen, igen. Vajon például tudnak-e olyan eredményeket, és adja is? hogy tudjanak, uh -huh. és ez ne blokkolja majd a hosszú távon a figyelmüket. Mondjuk uh -huh. az is igaz, hogy ez már olyan évek óta tartó belső és elfajult feszültség, hogy valamilyen szinten ezt valahogy robbantani mert, kellett, értem. nem? Tehát, hogy ebből a szempontból én is megértem, hogy a nyilvánosság elé fordult talán végelkeseredésében a, a Liliana, meg hát szakemberek segítségével, mert erre biztos, hogy felkészítették. Hát meg Nyilván az lett volna a legideálisabb, hogyha amikor a, a szexuális, meg a fizikai van, hogy egyből megy a rendőrséghetésük, hát de hogy ugye nagyon nehéz, hát ez pláne családom, a pláne családom, családom belül meg, hogy ezt hogyan Hát meg ezt bizonyítani, igen. azt a legnehezebb, azt mondják. Igen. 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 Jó. Érdekes, hogy a hölgy nem szólal meg, tehát az édesanyja. Édesanyja nem szólal meg, és a Liliana igen, is mondta, érdekes. hogy meg, hogy ő még ott maradt, miután a Liliana elment egy darabig, és hogy aztán a, a a, a, az édesapa mondta azt, hogy akkor már neki is menni kell. Igen. Szóval, hogy ja, ő jöjjön. neki nem az volt. Sok furcsaság Igen, ezért. Igen. 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 És ezért itt, itt is várni kell arra, hogy igen. tények kiderüljenek, igen, igen, mert jelenleg... Hát ha már így kirukkoltak a nyilvánosság elé, most már a, a, szeretné tudni akkor így a nagy közönség, hogy mi az igazság, úgyhogy valamit azért majd elő, valamivel elő kell állnia ennek a vizsgálóbizottságnak, úgy gondolom de azért mindenképpen szerintem igyekezni kell, amennyire mondjuk mi, ha mi tanulságot tudunk levonni, hogy érdemes ezt inkább a folyamatban, ha lehet, de nem tudjuk, hogy hogy történt ez a folyamat, de ha lehet, akkor jobb ezt ugye a belső körökben, mert ez egy családnál, még azt hiszem a bíróságon sem kötelezi az ember a saját családtagja ellen, ugye tanuskodni. Hát ugye itt is annyira tiszteletben tartják a, a családnak a védelmét, hát legalábbis a régiek. De mondom, mert hát nem tudhatom én, hogy mi történt. Tehát én most át, Általános, az általánoságvédelműen mind a igen. kettőjüket nézem, hogy talán jobb úgy kezelni. hát Ha most Jézus szavait nézzük, ugye azt mondja, hogy majd jönnek az idők, amikor az én nevem nevemért elárulnak, a gyermekek a szüleiket. Tehát ugye ez is benne van a, a, pakliba, hogy, hogy ez egy valami olyan fordulat, olyan váltás, ami tulajdonképpen igazságtalanul ítéli el, de, én, de hát ugye nyilván nem erről beszélünk most itt, mert itt vannak tények, adja Isten, hogy ez kiderüljenek már, ha ilyen szintre els, ez a dolog. Mi, ehhez kapcsolódva, hogy amúgy a média visszhangnak lehet ilyen hatása, hanem is a konkrét úgynek, de hogy az úgymond túlnő ezen, és a kelt, egy olyan típusú ilyen média a hisztériát, uh -huh. hogy már mindenki, hogyha valakire az apja erőteljesebben rászól, És akkor már azt hiszi, hogy ő már egy bántalmazó Nehez, családba él. Hát ez, ez a MeToo kampány kapcsán tapasztaltuk. Itt is lehetnek túlkapások, ami egy idő ez után egy túl vagy külön életet kezd igen. Élni a konkrét ügytől. Igen, igen. És ez nem jelenti azt, hogy a konkrét ügy az nem igaz, vagy nem uh -huh. valóságos, csak hogy ahogy értelmezi mondjuk a társadalom, vagy kezeli, az egy teljesen külön dolog. Félre mehet. Tehát ja. uh -huh. amit leszögezhetünk, hogy szeretettel lehet, kell, hogy fegyelmezzünk a gyermekeinket, vagy mentoráljuk a, a, a fiataljainkat, nem? Mert a szeretet az még nagyobb erőforrás jelente, de nyilván kell egy határozottság is, de csak is szeretet által így tud van. ez élni. Igen, ez munkát. nagyon fontos tanulság szerintem is. Menjünk akkor tovább, mert itt van még jó pár hírecske. Kőkemény figyelmeztetést intézett az Oltatlanok felé Emmanuel Macron, a francia elnök a lápre... Párizi ennek kijelentette. Mindent meg fogok tenni, hogy kiszúrjak azokkal, akik nem oltották be magukat koronavírus ellen, és a végsőkig el fogunk menni ebben, tette hozzá az államfő, akit az ellenzői azzal bírálnak, hogy elnököz méltatlan módon fogalmazott az interjú során. Macron ugyan kijelentette, hogy nem fognak senkit erőszakkal beoltatni, de mindent meg fog tenni, hogy rávegye erre az embereket azáltal, hogy az oltatlanokat teljesen el fogják zárni a közösségi élettől. Nem fogok senkit börtönbe Küldeni, de el kell mondanunk nekik, hogy január 15-től nem mehetnek étterembe, nem mehetnek kávézóba, színházba, nem mehetnek moziba. Figyelmeztetett az elnök, aki szerint a demokrácia legnagyobb ellensége a hülyeség és a hazugság. Na, ha Orbán ilyet csinálna, itt polgárháború lenne szerintem. Hiszem, Mondjuk jobb. ő szerintem azért meri megtenni, mert még akkor hadd tegyem hozzá, hogy az oltásra jogosultak több mint 91 a már felvette az oltást. Így könnyű. Még kell a így csak az elsőt, ne? ha jól tudom, ugye? Csak az elsőt, így van. Az átlagos átoltottság teljes lakosságra vetítve 78 os Jobbak, mint mi. Jobbak, mint, igen. Lehet így bánni a néppel? Hát uh... Nekem az volt az első reakcióm, hogy biztos, hogy... Mert ugye választások uh -huh. lesznek Franciaországban, és, és Macron uh -huh. nagyon szeretné, ha őt újra választanák. Uh -huh. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy elnökként mit mond, hanem ez már a választási kampányának is a része szerintem. És uh, én ar arra következtettem, hogy az ő támogatói körében magasabb a mondjuk az átoltottság aránya. Tehát uh -huh. ezt is meg lehet mérni közvéleményben. Az igazgatásokkal, uh -huh. Pláne így uh -huh. 78%-os átoltottság. Igen, igen. És, és hogy valószínűleg az ő támogatói azt várják el, uh -huh. hogy erőteljesebben lépjen fel uh -huh. azokkal igen, szemben, akik lehet. oltatlanok, uh -huh. és, okay. és így ebből az erőteljesebb fellépésből majd szavazatokat szerezhet. Én ezt látom inkább mögötte, mint azt, hogy hogy ténylegesen annyira aggódna a társadalom Aha. Át, hogy, hogy Szóval, hogy ez nekem inkább egy ilyen politikai Fogás? megnyilvánulás, uh -huh. kampányfogás, mint sem egy államfői, egy kicsit mint az aggódó államfői, de lehet, hogy... Uh -huh. hogy Rossz vagyok, és tényleg mély, mély szívből jövő aggodalma van, és így akarja, így akarja a társadalmat rávenni. Értetek, a... dühöngök? Le, igen, le, lehet, akkor akkor megkövettem. Hát ugye az eredményekre hivatkoztam, ugye azt láttam, hogy ezt az egyet tudtam nézni, hogy valami 300 ezer volt naponta. Amúgy brutálisan a felugrott a napi fertőzöttek száma Franciaországban. A realitás értékelés is, de ugye megint más dolog, hogy, hogy, hogy lehet. Egy társadalmat ö, irányítani vagy kötelezni, mert ugye ezt látjuk az országunkban is, ugye be van egy nagy hasadék, ugye? Ajaj, igen. Ki ezt hogy gondolja, és ö, ugye eszembe jutott az, amikor ő egyszer felszólalta, most nem tudom, vagy a török elnök ellen, vagy pedig egy egy ö, állam ellen, hogy ő, Na most azonnal megszakítanak minden kapcsolatot, és a, nem, nem emlékszel, hogy melyik is volt az, amikor ilyen nagyon uh -huh. radekálisan, és vissza kellett táncolni. Mert ugye. Igen neki néha vannak e, ilyen hirtelen éles megnyilvánulásai. valami ilyesmi volt, Aha. most, már nem vagy, az, törökök, egy éve, vagy két az oroszok éve. Uh -huh. é, Én is a törökökre szoktam. Valami arab dolog volt az, az ügyben, de aztán vissza kellett táncolnia, mert uh -huh. ugye rá kellett jönnie, hogy nekik azért ugye az egy érdekfelület, és ugye ez uh -huh. Franciaországnak ez egy a, a komoly veszteséget jelenthet. És akkor... Valami terelte Tehát a ugye a, itt arra oda kell valóban figyelni, hogy ne indulatból, mert ugye... De hogy mondod, lehet, hogy ezzel megnyeri azt a többséget, akik mellette állnak. Én nem tudom elképzelni, hogy így hibázna egy igen. ilyen szinten, hát, nem? Hát, pláne aha. most mondom kampányidőszakban annyira kimérik, hogy ki, ki mit mond, meg igen. mondhat. Igen. Mint ahogy Márki igen. is, igaz? Igen, <laughs> igen ahogy nálunk <laughs> is kimérik. <laughs> De most már vannak ott mérő segítők mellette bőven, úgyhogy lesz igen. mit Valahogy mérni. Most, most kell csendben lenni. Most kell Ne válaszolj! Erre nem válaszolhatsz. De hát az egy érdekes dolog, hogy ez valóban ilyen sok-sok kár után, amit átél az emberiség, vagy a mindennapokban látom mi is, ahogy szenvednek emberek, tehát azt tovább hajtogatni, hogy nincs szükség az oltásra, meg nincs szükség, mert nincs vírus, meg stb. Ez látszik, hogy ez, ez, ez most már nagyon-nagyon hajszálon táncolnak az emberek, mert az életükbe is kerülhet. Tehát ebbe van valóban egy hülyeségnek mondható dolog. Hülyeség ami, és buttaság meg hazugság. Ami, én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Csak itt az a kérdés, hogy egy kormányzat igen. mennyire kezdjen el igen. keménykedni, nagy ugye kérdés. ebben a kérdésben. Igen. Hát hiszen az Orbán viktor is, amennyire tudom, hát pontosan ezzel fasiztázzák, meg nácizzák, ugye, ha jól emlékszem. Pedig nálunk, hát végül, nálunk, 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 nálunk van a legnagyobb liberalizmus az, van. Igen. oltás, oltás terén Hát meg használat terén is, nem? Tehát, hogy máshol az is sokkal igen. szigorúbb. Itt Olaszországban persze, nyáron is zárt helyeken kötelező igen. volt. Ma, igen. Sőt, beülni csak védettségigazolványjal lehet, igen. uniós védettségigazolványjal. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Behetett. Igen, szóval azért mi itt nagyon lelazultunk, és ez nem biztos, hogy jó pont ma az első órában volt egy vendégünk, egy járványügyi szakértő, Igen. aki járványmodellezéssel foglalkozik, és azért ő is elmondta, hogy, hogy ebbe inkább a balkáni kultúrához húzunk, Igen. hogy egyszerűen nem figyelünk oda egymásra, azért náthásan, kehesen csak bemegy a dolgozó dolgozni, mert az fontosabb neki, és akkor csak lefertőzi a fél céget, tehát hogy azért nem, nincs meg az a, az a, fegyelmezettség, az a nagyon odafigyelés egymásra, mint azért más helyeken ez, ez lehet, hogy jobban működik. Igen. Nem hát, tudom. hogy az ilyen típusú Igen. szabálykövetés Igen. nálunk lehet, hogy az, ami. Ez zavaró? Ami, Aha. Hát, hogy ez a nekem nem, nem mondja meg Igen. senki, a. hogy mikor vegyem fel Igen, a Igen. maszkot, ez Igen. a magyar mentalitásban azért, az, hogy nekem nem mondják meg, hogy felveszem az oltást, vagy sem. Igen. Hogy Bár amikor nekünk maszkot kellett ugye hordozni, mert ugye hordunk is mi is a gyülekezetbe, de a, de amikor az utcán is kellett, én láttam, elég fegyelmezetten ráállt a többség, nem? Hogy Volt el, egy idő, igen, igen. Most már azért kevesen veszik most, fel Most, az hogy utcán. egy kicsit most sokan ezen megint visszatáncolni erre. Igen. igen. Na, menjünk akkor tovább. Itt egy újabb érdekesség. Az idei Jöteborgi Filmfesztivál idén bizarr újítást eszközöl. Az élmény növelése érdekében három film vetítés előtt is tömeg hipnózisnak vetik majd alá a nézőiket. A hipnotikus mozinévre keresztelt program keretében minden egyes film előtt tömegeket hipnotizálnak majd a Göteborgi Stora Teatern főszínpadáról. Jelentették be a szervezők, hogy a nézőket a filmhez leginkább megfelelő hangulatba és lelkiállapotba hozzák, majd a vetítés végén megtörik a hipnozist. A hipnozis összpontosított figyelmen alapul csökkentve a perifériás tudatosságot, a mozifilm nézésnek hasonló hatása van érvel a Jöteborgi Fesztivál művészeti igazgatója Jónász Holmberg. A mozi a hipnózis egyaránt a 19. század végén jelent meg. Ha megnézzük a korai mozit, az teljesen tele van hipnózissal. Szerintem ez nem véletlen. Nagyon-nagyon sok hasonlóság van a hipnotizáltság és a filmnézés között, különösen moziban. Hát mit szóltok ehhez? Érdekes párhuzam. Ugyanakkor nekem az egy kicsit elgondolkoztató, hogy valóban a filmeknek, a mozinak azért van egy, egy, egy nagyon erős beszippantó hatása, nem Laci? Épp esze, ez, jutott az eszembe, hogy nem elég, hogy egyáltalán pro, egy is van produkció, és így is maga alá vonja ugye az egész közönséget. Igen, ha a már még hipnotizálásra is szükség van, az már szerintem az egy... Akkor gyenge a film. Az, Igen, ez jutott, hogy nagyon rossz az lett, az nagyon ez, rossz a lett film, ez a film, amit csak hogy, Nem engedik szabad az embereket, Igen. hogy megítéljék, nem? Vagy egyáltalán vagy át tudják-e érezni Igen. azt az egész szituációt, a helyzetet, hanem még hipnotizálásra is szükség Igen, van. Kell ami mondjuk egyébként, mint kísérletként is egy veszedelmes dolognak tartok, nem? Mm. Mert ugye Aha, itt látszik azért bizonyos dolgok, amik az elmúlt években történnek, ezek olyan tesztek. Tehát, hogy, hogy lehet tesztelni, hogy, hogy lehet változtatni az emberi tudaton, nem? Igen. Nekem ez a Első gyors és, és negatív véleményem. Uh -huh. Meg talán, az, hogy tömegek így elengedik a kontrollt, úgy mondva, hogy, hogy mit, mit tudnak velük, mert most az önmagában, hogy leül és megnéz egy filmet, de hogy akkor ugye teljesen a hipnotikus állapotba az ember elveszti a, Igen. az önkontrollt. Pontosan. És az, hogy a mozinak, meg a filmeknek van ilyen hatása, nyilván ezt mindenki maga is tapasztalja, amikor annyira beszippantja és mm, lekötje a Mert nagyon hatásos más egy film, ugye? A, ugye igen. a mozgókép is uh, alapból, tehát azzal is uh, és ez e, ezt így használni, úgy, hogy amúgy uh, pláne a koronavírus alatt ugye megszaporodott, hogy mindenki a sorozatokat néz, meg Netflixet nézi, és akkor most, hogyha csak a mozgóképbe egy képkockát bele mm -hmm. nyomnak, és hogy, hogy úgy, úgy, úgy uh, manipulálni az embereket, de már, már mi mindenhogyan manipulálva vagyunk, szóval az összes ilyen hirdetéssel, Igen, tele van az élet manipulációval. Igen, igen, uh -huh. most, egy, most egy ilyen újabb... Hát nekem egy kultikus esemény nyújt ilyenkor az eszembe, tehát ez ohatatlan is valami vissza a múltba, tehát valami olyan típusú, mint ami ugye Illés és a, a Bálám, vagy a Bál papoknak uh -huh. a, a, ugye a egy szeánszot végeztek, tehát valamilyen módon az igézet ala, alá ugye az embereket vinni, és Igen. ennek ugye volt a kultikus ö, részei, és ez is valami ilyesminek tűnik nekem, hogy egy uh -huh. olyan fajta, ami azért nagyon-nagyon gonosz, mert ez, ez nem lehet más, csak is valami... Ö, a sátánimádásra vagy egy olyan típusú gonosz jelenlétnek a behozatalával, mert nem tudom, milyen filmnek van erre szüksége. Azért egyrészt az, hogyha az, az már milyen film, amit így kell segíteni. A másik, hogy vajon milyen film az, amihez szükséges még egy ilyen fajta kultikus beavatkozás, ami valószínű. Szépen hangzik, hogy majd utána megtörjük, de az ember nem ilyen egyszerű uh -huh. lény, hanem sokkal összetettebb. Tehát ami uh -huh. alávonják az embert. az azt Nagyon hatással is befolyásolja a sorsát, az életét, ugye ezért is a Ószövetségbe ezt tiltotta Mózesen keresztül ugye az Úr, mert ezzel ugye elidegeníti az embert önmagától. Uh -huh. a, meg érdekes, Küldetés hogy Isten ért. meg nem így akarja az embert megnyerni Égy magának. Nem tömeghapnózissal mm -hmm. mm -hmm. akart. Tehát ott egy a van. szabadság. Megváltani. Hát Isten egy szabad akaratot, mm -hmm. eh, illetve ő maga magát megmutatja, és megadja azt a szabadságot egy hívásnál, mint amit ezt átéltük. Eh, és mivel ezt mi fantasztikusan jónak kitéltük, ezért mi meg is változtunk, és meg is változtattuk az útvonalunkat, és más emberekké lettünk. De az ilyen típusú beavatkozás, amit az emberek... Eh, keresnek, vagy akarnak mások életével kapcsolatosan, nem? Tehát előidézni. A félelmetes. Az egy, tehát ez egy, amikor mesterségesen beavatkozni az emberi tudatba, vagy az emberi érzelmekbe és a, a, akaratba, mert ugye ez igazából ez azt jelenti, hogy az akaratától megfosztják. Igen. Tehát, Isten, Bibliai milyen... szempontból ez elfogadhatatlan, ez elfogadhatatlan nem? Ezt, ezt ki ez elfogadhatatlan. leszögezhetjük. Mert az embernek, mivel felelős lény, ezért neki a tetteiért felelősséget kell vállalni, és hogyha ha egy ilyen állapotba hozzák, aminek akár erkölcstelenség is lehet a következménye, mondjuk, vagy olyan indulatok, vagy olyan megváltozás, mondjuk, most én nem csak feltételezem, például mondjuk egy elfogadtatni azt, hogy a meleg az egy pozitív dolog. Uh -huh. Tehát elmennek Ezt egy Ezt is ilyen, el lehet érni. Uh -huh. És akkor és nyilvánvaló, hogy ennek lehetnek, mivel a bűnök is, és a gonosz szellemek is az ördögnek a hadseregéhez tartozó dolgok, kell. Tehát ő, mint ellenfele Istennek el akarja érni, hogy ezeken keresztül egy olyan befolyás alá vinni az emberi a, mondjuk azt a részét, akik ott lesznek, hogy ők megváltozzanak, és ők sose kerüljenek bele mondjuk az elhívásba. Igen. Ennek sajnos van esélye. Közben eszembe jutott az a vonal is, hogy ugye szakemberek, pszichológusok is használnak ilyen eszközöket, akkor így keresztényként ez se fér bele. Nem ezt mondhatjuk? Vagy Nem értek nyilván a területhez? Talán lehet, hogy a mély lélektannál voltak ilyen jellegű dolgok, de most én sem tudok szakmai dolgokat mondani ezzel, a szakmai nyelvezetet és szakmai dolgot. De az, hogy valakit kifordítani, a tudatából, ez valóban, ez szerintem ez nem azt mondom, hogy csak Istennek van a joga ahhoz, hogy beavatkozzon ilyen mélyen az emberi lélekbe, de hát ezt talán kimondhatjuk, hogy az hát Istennek egyedül igen mint uh -huh. alkotónak, hogy ő ismeri azt ezt, hogy hogy működik, és hát tudjuk, hogy most egy-két adatot, nem tudom, pont ilyen kérdéseket, <laughs> ilyen karácsonyi kérdések, van ilyen társasjáték, és hogy, ah, hogy milyen uh -huh. összetett az ember, és akkor tudod, szerepelnek olyan adatok, amik elképzelhetetlen, hogy az embernek az impulzusai, a, a szaglása, hogy hányféle szag Glás, ilyen trillió uh -huh. tip lehet elválasztani. Tehát, hogy ez Istennek az alkotásának az csodálata, Nem? hogy de, az ember de, de. Ilyen, ilyen. Na most ennek a mélyére így belemenni, és és formálni, alakítani valakinek az akarata és az elképzelése uh -huh. szerint, én azt gondolom, hogy Veszélyes. ebben van egy gonoszság. Uh -huh. uh -huh. Igen, na, menjünk tovább. 2021-ben a TikTok lett a legfelkapottabb közösségi média platform. Lehet, hogy nem mondok újdonságot azoknak, akik képben vannak a közösségi média világával. Olyannyira, hogy a múlt évben már nagyobb internetes forgalmat generált, mint a Google. Ráadásul a hetek cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy a kínai alkalmazás LGBTQ tartalmaknak igazi melegágya. Tarolnak a transznemű influencerek rajta, 26 milliárdos nézettséget hoztak össze. Össze, melyekben népszerűsítik a nem váltó műtéteket, és ez fiatalok millióira van hatással. Megtisztelőnek tartjuk, hogy az LGBTQ közösség már az elejétől fogva az önkifejezés, a tanítás, a közösségépítés és az örömokozás eszközének tekinti a TikTokot, nyilatkozta a közösségi média óriás szóvivője. Na, hát akkor a TikTok nem tudom ti, mennyire használjátok, vagytok képbe a TikTok világában. val Téged gondolom nem lepett meg, hogy most ez lett a, a legja. Most most ez ide. a nagy TikTok, igen, igen <laughs> most én, én, igen. én, Te mire én... használod, ha megkérdezhetem? Szó... Mire jó ezek Nekem szórakozás. Még nem én, én kifejezetten szórakozást céljából használom, á, mert hogy ez az egyetlen olyan. Ö, ilyen felület, felület igen? ahol nem a, a, közéleti politikai tartalmak hanem a hülyesség, hanem ezt? Nem, nem, mint egy normális, egy teljesen normális embernek olyan. Ez ilyen ö, főzős videók, meg vicces. Tehát ez van máshol is, ez van a de ugye, ugye, úgy van, hogy ezek gyorsak, és nagyon-nagyon rövid, rövid a Aha. videó. Én is sokáig szkeptikus voltam a TikTokkal szembe. És akkor ö, látom, hogy így be <laughs> <szíken, laughs> tudja az ember, nem, a teót. Nagyon Az a helyzet, hogy nagyon olyan az algoritmusa, hogy úgy működik, hogy amit te szeretsz és tetszik, azt hozza fel folyamatosan. És ebben nyilván ez, és, és nagyon vigyázni kell, hogy az ember az ideinek nagy részét ne ezeknek a videóknak a nézésével töltse. Tehát ugyanúgy, uh, mint a YouTube, belővi az érdeklődési területedet. Nék, de, de, nagyon, tényleg valahogy ilyen nagyon profin, kifinomultan működik, és, és rövid, humoros, uh, tényleg vannak olyanok, hogy ilyen, ilyen családi videók, állatos videók, ilyen kis, és, és hogy ezeket forgatja. És fél, nem úgy. tele van agyalágyult videóval? Olyanok is vannak, de van olyan, ami, amiből lehet egyik tanulságot is megfogalmaznak. Tényleg. Most mit tudom én, ilyen, ilyen bőrápolási, meg van, tehát van mondjuk bőrgyógyász, aki felmegy TikTokra, és ilyen rövid kis uh -huh. videókat Aztan... csinál, és tanácsokat, szóval nem csak uh -huh. nem csak hülyeség uh -huh. van a TikTokon. Viszont, amíg nem jön be az algoritmus, akkor tényleg az van, hogy sok, hogy felhoz tartalmakat, és és ennek a cikk kapcsolatot eszembe, hogy amikor én először regisztráltam, nekem nagyon sokáig feljött, vagy felajánlotta, uh -huh egy trans srácot, aki eredetileg magyar nő, nő volt és és most már férfiként él, és az ő átalakulásának a történetét. Uh -huh, uh -huh. És akkor, de, de tényleg a nagyon gyakran fáhozta, úgy hogy, hogy nem nem kerestem rá, nem foglalkoztam vele, és ő is ugye ezekről beszélt a. a az átalakulásról, meg a műtétől, meg hogy hogy ismerte fel magába, lehetett kérdéseket feltenni. Ugye ez a másik, hogyha ilyen élőzés van, akkor kérdéseket tesznek, fel, ja, arra is válaszol. Uh -huh. Igen, és akkor egy-egy uh, uh, ilyen közösség kialakul egy egy TikToker uh -huh. körül. Uh -huh. és, uh, és hogy ő egy, egy magyar uh, ember személy, trans uh -huh. transz férfi. Már nem is tudom, Igen, hogy kell hívni és, hivatalosan. Uh, és hogy ez már itt is jelenség, és én nem mondtam volna meg róla, hogy uh -huh. valaha előtte lány volt. Uh -huh. És akkor ezt is, de tényleg minden, tehát a legintimebb részletekbe is is belem, belemegy a videóiba, mármint, hogy olyan címeket adsz, vagy uh -huh. onnan is tudsz keresni, hogy hogy kinek mi tetszik. Uh -huh. és... Tehát akkor te megerősített, hogy a TikTok tényleg azért ennek egy nagyon nagy felületet ad. Ugye, hogyha adott. most, hogyha már nagyon sokszor az ember ellapozol, meg nem néz meg, nem akkor fogja felhozni, után... de amikor még úgymond mond, tiszta az algoritmus, és nem ismer ki annyira, Ugyan addig a rá. nyomja rád. Uh -huh, és uh -huh. nyilván, aki erre fogékony, vagy érdekli, akkor nagyon könny. És ugye ezek generálják egymást, hogyha egy ilyen típusú tartalmat én megnézek, és, és végignézek, nem is kell lájkolni, uh -huh. meg semmit, csak megnézni, akkor már hozza a következőt. Szóval ezért nagyon személyre szabott, és igen, így be lehet kerülni uh -huh. egy olyan ilyen nyúlüregbe, ahol az ember már tényleg a, az átoperálásról néz, nem tudom mennyi videókat. Tartással. És még az. Mindig igaz, hogy ez a TikTok a gyerekek kedvenc felülete, tehát többnyire még tényleg ők használják, vagy azért itt is hát. már elindult ez az idősödés. Van, van, van egy ilyen TikTok trend, hogy, hogy mondják, hogy már amikor az idősek használják a TikTokot és akkor arra, arra gondol az ember, hogy mondjuk, nem tudom, ha, a 30-as. Hát én arra, én nem én azt gondoltam hogy ilyen 60-70, hogy azt mondják idősnek, de igen, aki már 25 fölött van idősnek számít, szóval, ah, Az Igen. Akkor igen. megjelentek az idős? Megjelentek az idősek a TikTokon is, <laughs> TikTokon. igen. Igen. Amúgy van már újabb felület, ami átnyergelte az ifjúság most szerintem még a tiktok, De mivel, hogy most már megjelentek ott az idősebbek, szerintem. Majd kitalálnak valamit. Ez egy kínai, ugye? Akkor ez egy kínai találmány. érdekes, amit mondtál, hogy tulajdonképpen itt is az, hogy ő úgy tudja növelni a bázisát, hogy tulajdonképpen nem a képessége, az értéke alapján tud befolyást gyakorolni a figyelemre, hanem tulajdonképpen olyan közvetett módon, ugye, mert rátolják, rá, mint hogyha... Igen, a mint rendszer rá Rától, tehát olyan majdnem, mint a közlekedésben, tudod, hogy én szeretnék szabadon közlekedni, de tulajdonképpen mindig jön valaki, aki rátolja magát, ugye, az életemre, vagy elén bevágódik, vagy mögöttem próbál lesodorni az autópályáról, nem? Tehát de tulajdonképpen jaj, kényszer nap, alá, ugye, kényszer alá kerül, és ugye az a veszély, hogyha, mivel az ember hát Isten ismerete nélkül, Hát nagyon ö, befolyásolható, tehát ha ilyen impulzusok alá kerül, ez befolyásolja már. A sorsát olyan értelemben, hogy átalakulhat a gondolkodása, az érzelemvilága, szenvedélyek jöhetnek létre, egy olyan csapdába kerülhetem. Mm. Most én a, erről a arról, hát beszéltem. A kozmatika az, hogy, hat, hát, vagy és hogyan hogy nem. lehet öt perc alatt megcsinálni egy ebédet. Mely. Hát csak igen, lehet, hogy elsősorban hát nem ezek Ezek egy dolog. Be. De... Meg lehet, hogy a nagy közönséget nem feltétlenül ez érdekli. Meg ki tudja, hogy ott is ezek szerint van valami, olyan érdek, ami a gyerekeket, fiatalokat nyomja bele, mert ugye ez egy szabadnak mondható dolog, hogy jaj, de jó, ilyen szabadon tudunk itt uh -huh. mozogni, de közben kiderül, hogy van valami sötét erő, uh -huh. ami mindig oda nyomja például a transztémát. Szabadon témát. manipulált. Igen, Nem, de. és igazából a cél az, hogy beakadjon a horog. Uh -huh. Nekem ebből ez derült. Biztos, nem? hogy van mögötte érdekcsoport. Igen. Én ezt, ezt, ezt nem tudom elképzelni, hogy ne lenne. Hát vagy, hogyha nem is a mondjuk feltétlenül a kínai cégnek ez, cígnak Felt ez a profil, csak Igen. Hogy, a, hogy vannak olyan... Vagy igen, tudom én. hogy egy, egy ilyen eszköz, igen. vagy platform, és ez Nagyon erős lehet? lobby tud lenni, hm. hát ez kicsit olyan, mint az interneten is el lehet dönteni, ugye ha jól, jól tudom, hogy a webek web érdeklődés nélkül az legelső helyére, hogy ki tud kerülni, tehát ezt lehet manipulálni, vagy lehet... Eh, a a Google keresésekben ugye? is. A keresésekben, igen. hogy ki kerül a legelső igen. helyre, és valószínűleg ezt ez a fajta rendszer ezt ki tudja úgy használni, hogy eh, erős lobby tevékenységet... Eh, és itt is ugye meg csalók az, hogy az a érdeklődés, az nem igazi érdeklődés, hanem az egy ilyen rátolt, rányomt felület. Igen. Ugye? Hogy 25 ezer, 100 ezer követője van, hát valahogy így, hogy az első helyen érkezik be ezek szerint a Ugye? Igen, én nem értek hozzá, azért vagyok ilyen bizonytalan, mert én nem használtam még ezt a TikTokot, őszintén De szóval, hogy nem tudom, te mondom, hogy mindenkinek te olyan, vagy a szaki. Igen. Itt, igen. körünkben. Igen, Minden esetre nekem is úgy Tehát tűnik, hogy azért ez egy nagyon veszedelmes terep, pláne ha az ez ember igen. ilyen tudattalanul igen. rámegy Rásétál, és össze-vissza használja. És azért Igen, tulajdonképpen könnyű el. olyan tartalmakba botlani ezek szerint, ami nem biztos, hogy hasznos, főleg egy fiatal számára. az Instagramnál is Instagramnál is ez uh, ugyan, úgy fel tud jönni, hogy ott is kiajánl tartalmakat, Persze, és igen. az, hogy ugye ezek össze vannak kapcsolva ezek a fiókok. Igen. Szóval, ha valakinek már Instagramon van egy nagy követőbázis, akkor, akkor a TikTokon minde... hasonló hármi, jön hát, jön uh -huh. másabb tudják használni, meg ugye most már vannak azért Magyarországon is ilyen uh, influencerek, TikTokerek, uh -huh. YouTuberek, akik uh, akik egymást is kiajángatják. Szóval hát. az ilyen népszerűek, ezzel is, ezzel is szereznek Növelik új támogatókat. A... Növel... Igen, igen, igen. Uh -huh. És hát. ugye ez egy ilyen hálózat. Internet. És a hálózat csapdájában ott van a kis ember. <laughs> Na jó, van, menjünk gyorsan tovább, mert elrepült az időnk. Még talán egy hírre van időnk. Van itt a, hát a Béranyaság Izraelben, nem tudom, mennyire akarjátok. Vagy van ez az űrlényekkel való találkozásra készítenek fel a, a náza papokat alkalmazva. Na? Melyiket választjátok? Legyen akkor ez a názás. Tehát, hogy lehet, hogy száz évig még nem fedezünk fel új életet, de az is lehet, hogy már a jövő héten megtaláljuk. Ezt mondta a náza egyik szakértője a Times magazinnak, az index.hu írta meg. Az űrhivatal találtal alkalmazott teológusok többek között olyan kérdésekre keresik a válaszokat, Laci, hogy vajon Isten teremtette az életet máshol is, a teremtő ugyanolyan elvek alapján irányítja a földön kívüli élet történelmét, mint a földön, meg megdőlnének-e, vagy megreformálódnának-e a világvallások, ha értelmes életet fedeznének fel a kutatók, ha olyan civilizációt fedeznének fel, amelynek saját vallása van, az vajon hogyan reagálna a földi civilizációra? A keresztény közösségek végeznének-e térítő munkát, ha a célközönség nem emberi lényekből, hanem űrlényekből állna elnézést, de elég vicces kérdések ezek. Úgy előttem van, hogy a zöld, nagyfejű, szemű lényeket próbálják térítgetni papok. Mi van akkor, ha az űrlényeként el elképzelt földön kívüli élet képviselői nem is olyan torz lények, hanem emberek csak fényévekkel arrébb élnek. Elég bizarr, érdekes, de ez a valóság. Tehát a NASA már teológusokat kért föl, hogy ezeket a kérdéseket vizsgálja, ez tény. Te szívesen benne lennél egy ilyen tímben. Most egyrészt két point, vagy hát két valóság jut az eszem, hogy ahelyett, hogy mondjuk tényleg egy igazi űrlént kérdeznének, aki a názereti Jézus, mert ő tényleg úgy jött be ebbe a, a világba, és átalakult mert emberé vált, és ilyen módon üzenetet hozott, és uh uh kicsit nagyobb aktivitásra kéne ráfigyelni, akár a názásoknak is, nem? Ha már így vagy az emberiségnek. Illetve még egy, most eszembe jutott, hogy mondtad ezt, egy, hogy, hogy milyen váratlan dolgok, események történhetnek velünk, ugye uh -huh. a, a föld, itt a földön, ami, ami esetleg hirtelen megjelenik a számunkra, hát Salamonak az a bölcsesség jut eszembe, hogy nincs olyan a alatt, ami volt, az lesz, és hogyha így nézem, mondjuk pont a Noé előtti korszakot, hát egy ilyet el lehet képzelni, hogy olyan szintű természet fölötti, és hát most itt ide lehetne nem változtató, ugye, nem, a nemiséget akár változtató, Aha. vagy erőszakot elkövető olyan beavatkozásra, lehet számítani, ami teljesen akarja torzítani az, itteni földi életet, mint ahogy Noé előtt is, közvetlenül az volt, hogy annyira megnövekedett az erőszak, annyira megnövekedett az aljasság, meg az elnyomás és a igaztalanság, a jogtalanság goknak az elkövetése, hogy már ez feljutott a magasságba és beavatkozást Hoz, igényelt, és, és így jött az ítélete. Tehát Te én körülbelül, körülbelül ilyenre tudok számítani, ha, ha a gonoszság olyan szinten elhatalmasodik, amit Jézus mondott, vagy jelentett ki előre, hogy annyira megsokasodik a gonoszság, a kegyetlenség, hogy a választottak is addig menekülnek meg, vagy ami nem, amihez nem volt Mérhető még itt a Földön, tehát valami ilyesmi várható, és mm -hmm. ez sajnálatos, hogy ez el fog jönni. És ez valószínűleg... De akkor nyugtass meg, ha megjelennek űrlények, <laughs> akkor a kereszténység nem szűnik meg, meg nem fognak megijedni a keresztények talán. Hát, az nem? rajtunk múlik. <laughs> megjön a, ha megjön a, eléd áll a farkas, akkor mit mondasz meg neki? Megijedek, persze, csak úgy értem. Futás, vagy pedig ijedek, azt mondom, hogy távozt tőlem, sátán. Magam, azt tudik. de hogy ő nem térek ki a hitemből. Ja, szem. hát így van, nem, hát ez nem is kérdés. Éppen ezért kell nekünk <laughs> nem a, nem jelen, a realitás, hát az isteni valóságra és az igazságra figyelnünk, mm -hmm. és a hallottakra figyelnünk, vagy ahogy mondta is Jézus, hogy előre megmondtam nektek, hogy tudjátok, hogy felkészültek legyetek. Tehát nekünk pontosan ő az, aki már a mennyből érkezett, és egy olyan közvetítője a mennyei láthatatlan valóságnak, aki azért jött ide be, hogy elmondja nekünk, és felhívja a figyelmünket, és megmondja, hogy mi erre készüljünk, és ez szerint éljünk. Uh -huh. És akkor leszünk biztonságban, akkor nem ijedünk meg, ahogy mondod. Uh -huh. te, te mit szólnál uh, egy ilyen látogatás? A, a, a bibliai világnézettel nem összeegyeztethetetlen az, hogy földön kívül is élnek. Élőlények, sőt, hát ez, a, ez a pont, pont, ez szellemi egy szellemi kicsit lények. Szellemi Igen. lények Igen. és ugye az, hogy nekik van Igen. fizikai, vagy lehet fizikai testük, amiket mi látunk, vagy, 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 láthatunk, ha meg akarják mutatni magunkat, magukat magába. Most az jutott eszembe, hogy a, amikor ugye az angyalokat szokták ilyen, ilyen tüneményes, gyönyörű szőkkel, szőke, 190 lényekként ábrázolni, de hogy nagyon sok angyal leírásnál az van, hogy van kilenc szárnya, nem tudom hány szeme, uh -huh, uh -huh. én egy, egy olyan típusú angyalt vagy kerubot meg, meglátnék, biztos, hogy, hogy Para hatása uh -huh. lenne, mert nem, nem ahhoz vagyok Hozzászok. hozzászokva, de hogy, hogy ez, a, ez nem zárja ki azt, hogy minden más, ami az igébe meg van írva, az igaz, sőt, hát uh -huh. ez egy, egy, egy élő Csak lehet, hogy a mi emberi agyi elképzeléseinkkel van probléma. Hát a, a, az, hogy a, Úgymond ezt a természet fölötti látást meg kell újítani ilyen szempontból is. Az, az lehetséges, hogy hogy tényleg erre így, így tudatosan felkészülni. felkészülni. Mm -hmm. Igen, igen. Minden esetre nekem nagyon érdekes, hogy a NASA már ilyen Ezekkel szinten foglalkozik, foglalkozik igen. ezzel. Hát valamit sejthetnek. Hát biztos, hogy vannak tapasztalatok is, ezt ugye nem tudhatjuk, hogy mi zajlik. Én attól azért nem tartok, hogy olyan dolgok történnének, amitől mondjuk a keresztény világnak, az élő, újjászületett keresztény uh -huh, világnak meg, meg kéne nyerniük, uh -huh. vagy meg kéne. Annyit, annyit azért tudunk, mert vannak bizonyos jelenségek, és csak mondjuk két dolgot mondok, hogy egyrészt a sátán és a világosság angyalának tünteti fel magát. Tehát előfordulnak ilyenfajta jelenések, sőt, ahogy mondja is a hát nem tudom, talán Filippibe, hogy a tudtukon kívül angyalokat vendégelünk meg, vagy a zsidó levélben van talán, de az a lényeg, hogy, hogy ez azt is jelenti, hogy ilyen típusú természet fölötti személyekkel való találkozás előfordulhat, ami számunk, ennek lehet egy építő oldala, és lehet egy félelmetes tehát egy, nagyon is egy félelmet sugárzó valóság, és ilyenekről is azért én is hallottam már. És itt egyedül egyetlen egy fontos dolog, hogy egyrészt a szellemeket meg kell itt ítélni, tehát meg kell, hogy mondjam, vizsgálni. Igen. És ami nagyon fontos egy élő kereszténynél, a Jézus Krisztus neve. Tehát vannak olyan uh -huh. helyzetek, amikor az ember olyan fog, hely, olyan megrendítő hatás alá kerül, amiből egyetlen egy kiút van, Jézus hogy Jézus nevének a kiáltás, mert annak a nevére mindent érnek, meg kell hajolni, és uh, ilyen bizonyságokat én is hallottam már. De jó. Hogy, hogy egy ilyen kiáltástól az megváltoznak a dolgok, tehát hirt hirtelen rend, létrejön a rend, tehát a, a harmónia. Hát, erre csak azt tudom mondani, hogy ámmen így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt az új évi hírelemző hitköznapok. Várunk vissza benneteket még sokszor ebben az évben. Elbúcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől, és további szép napot kívánunk mindenkinek a viszonthallásra.